Vajmok, Északbácska egyik legnagyobb települése, nagyközség. Zombor és Szabadka között terül el. 1944. november 2-a Vajmok legsötétebb napja a történelem folyamán. 1944. október 19-én, akkor délelőtt hallottuk, hogy Pacsér felől ágyú dörgés volt, és akkor már sejtettük, hogy majd mondták, hogy jönnek az oroszok, és meg is érkeztek a délutáni órákba. Akkor Dobszó mellett kihirdették azt, hogy a lakóság maradjon békén, nem lesz senkinek se bántódása. A kihirdetés a Dobszó mellett szerb és magyar nyelven történt. De nem sokan rá távirat érkezett Vajmokra az akkor már megalakult Népfelszabadító Bizottságba, amelynek nem volt egyetlen magyar tagja, és nem volt egyetlen baloldali tagja sem. A távirat úgy szólt, hogy mindazokat a személyeket listára kell venni, akik a megszállókkal együttműködtek. Hát ez a szó, hogy együttműködtek, ez nagyon széles. Mondjuk együttműködött az is, aki az országzászlónál elmondott egy verset. Ezt is annak vélték. Annak vélték azt is, aki elöljáró volt, hogy esetleg esküdt. Itt volt egy bizottság, egy ilyen valami végrehajtó bizottság, vagy én nem tudom, bíráló bizottság. Tehát amikor őket, ezeket az embereket bevezették úgy egyenként, vagy kettesével, akkor megkérdezték, hogy hívják. Ennek a tagjai voltak Dulics Péré, ügyvéd, egy Kujundzsics Márkó, földműves. De bent volt egy Mészáros Piókovics Ivének hívták, és ennek nagyon sok embernek a vére tapad az ő kezére. Ezek voltak a vészbíróságban. De amikor a vészbíróság erről ítélkezett, ez a községházán volt, akkor a községházán ők mellettük volt, még rajtuk kívül volt a bíró is, és volt egy oznatiszt, még volt az mellett egy Kájit nevű személy, aki grafitceuzával jegyezte a neveket. Ez egy pincében, úgynevezett Bergel iskola alatt volt egy ilyen pince, egy nagy pince, oda csukták őket be, ott voltak bezárva. Akkor két partizán azt kísérte be a községházán. Akkor mindjárt jó fogadtatásba részesült. Úgy összevárték, hogy nem lehetett ráismerni. Ezt a Trenka Pétert, ezt nagyon megverték, és az Ilonnenáról tudnivaló, hogy az Ilonnena tanítónőt, Herceg Ilonnena tanítónőt nagyon elverték és kínozták. Még a hajával fogást is húzgálták körül a terembe. Azt mondja, hiszel a magyarok istenibe? Azt mondja, hiszek. Meg azt mondja, hiszek a magyarok föltámadásába. Akkor meg elkezdik rugdosni, meg verni minden irányba. Akkor az én nagybátyámat azt nyúzták, eleven a hátáron szalagokba húzták le a bőrt, és sózták be. Volt egy távolabbi rokon, annak a testében, 17 éves gyerek volt. Azt meg a kis Józsinak hívta. Szabadkáról, aki gimnáziumba járt, és diáksapka volt a fején, és uram fia, a diák sapka is fasiszta jelkép. Beütték, és az is a többi közel is itt van. Ott van a neve is az emléktáblán. Egy fiatal, ártatlan gyerek. Maga a tortúra estéje, hát az szörnyű volt, mert a tanteremből és a községházáról, ahogy kísérték ki az embereket, akkor összekötözték őket a nagy esőbe, mégpedig dróttal és lánccal. 1944. november 1-éről 2-ára történt itt a kivégzés. Ide kihozták, kiterelték az embereket partizán kísérettel, nagy kísérettel. Hogy a Zombori úton a községházától, most ezektől a fáktól nem lehet látni, de itt a végén van a Zombori út, ezen vezették őket végig, feszes sorrendbe,
a mindkét oldalról erős partizán egység kísérte azokat az embereket, akiket arra szántak, hogy lelőnek. Mindegy 193-an voltak, akik erre lettek szánva a rögtönítőlő bíróság szerint. Az emberek ugye eldobálták a szemüvegeket, sapkákat eldobáltak, talán jelzésű hozzátartozóknak, hogy erre mentünk ki ezen az úton, hogy másnap ott volt, aki meg is találta ezt és ezt, egyes tárgyakat, amik személyes holmikat. Valaki elkiáltotta magát, emberek, meneküljetek! És akkor néhányan meg is próbáltak menekülni, de ezek az osznatisztek, ezek annyira rafináltak voltak, hogy minden utca sarokra tettek le őrséget. És most, aki innen próbált menekülni, azt menten lelőtték, és talicskával tolták ki a vesztőhelyre. A kivégzésről azt hallottam, hogy ezt ott előre kiásták a gödröket, kiásatták. És amikor ide kijöttek, itt egy traktor állt ezen az oldalon, az világított rá a megkötözött, összekötözött emberekre, és utána gépfegyver le volt állítva, egy vagy több gépfegyver, és azzal lőtték az összekötözött embereket. Az, ami szörnyű a számomra, az, hogy azok közül nagyon sokat nem ért a golyó halálosan, tehát éltek is, elvéreztek, vagy csak elszédültek. És utána úgy belehúzgálták őket, belehúzgálták abba ezekbe a gödrökbe, és egy sekély földdel letakarták. Utána leöntötték ott őket állítólag valami mésszel, és egész vékonyan csak alig, hogy betakarták. Hát azt mondom, ott még lehetett látni ilyen, hogy ki voltak holttestek is, ami nem volt eléggé letakarva. Este későn az anyám, nem tudom, hogy fölébresztette, vagy ébren voltam, csak azt mondta, hogy hallott, hogy lőnek, lövöldöznek, és most végzi ki az apánkat.